I know. És kezdjük. Na, sziasztok! Sziasztok! Itt vagyunk a következő videóban. Mai napon lábazni fogunk egyet. Szépen lépcsőzetesen építjük még mindig vissza a lábedzéseket. Most már össze van rakva, azért egy jobb, feszítő fókuszú lesz. Ezt fogjátok látni. Majd mindent mondunk a videó közben igazából. Múlt héten ugye voltunk egyet a Tominál, amit láttatok videót. Erre kaptunk is több kommentet, meg több szép szót, meg több sok sikert kívántatok a Tominak, illetve hát neked is. Igen. Úgyhogy ezt köszönjük is innen nektek. Fogunk még ellátogatni a Tomihoz, és fogunk még felvenni vele edzést más vendégekkel is. Jó, bemelegítünk, és combközelítővel fogunk kezdeni. Most mindjárt puskázni fogok, mert föl van írva nekem. Ugye abduktor és adduktorra fogjuk csinálni. Csinálunk két bemelegítőt, ez stretch fókuszú lesz, vagyis hát nyújtás fókuszú lesz a két bemelegítőkör. Itt ugye nem nagy súlyozunk, viszont egy erőltetett nyújtást fogunk csinálni, meg hosszabb nyújtást. Több másodpercig hagyjuk nyúlni. Aztán csinálni fogunk kettő munkasorozatot. Ez 10-12-es ismétlésű lesz az első, illetve 12 és 20 ismétlés lesz a másodikban, ezek pedig tempó és izometrikus megtartás fókuszúak lesznek. Szintén fontos a nyújtás része is. Viszont még ne ugorjunk neki, tényleg melegítsünk be rendesen, mert mozgassuk át. Még fájok a múlt hetitől. Jó. Több sérült ízületem van, mint ízületem. Bemelegítő ilyen picsas ujjal. Aha. De tényleg csak annyi a lényege, hogy bemelegítő legyen, szóval nem kell halálra izélni benne. Meg hogy megnyújtson. Meg az, hogy aha, hogy ilyen erőltetett nyújtást csinálj. Aha, jó. Hát húzzon a gép. Van tolva a csípő, aztán jobban nyúlik. Jó. Meg ez megy arra is, úgyhogy. Jó. És akkor egy 5 másodpercig. Első munkasorozat lesz, most ugye meg volt a kettő bemelegítő, nyújtás fókuszú. Első munkasorozat az 10-12 ismétlésig megyünk. Tempó és izometrikus szett lesz ez is, meg a másik munka is. Ami azt jelenti, hogy 3-5 másodperces negatív szakasz, egy pici nyújtás, és megfeszítésnél is egy 3 másodperc körülbelül. Na, tehát ez így megy végig 10-12 ismétlés, úgy próbáljuk belőni a súlyt. Nagyjából szerintem ugyanaz a súly lesz, mint a bemelegítő súly, és akkor a második munka az meg 15-20 ismétlés lesz, ugyanígy. Oké. Okay. Ugyanúgy, amikor engeded vissza, akkor feszíted meg a feneket, tovad előre a csípő. Jó. Második munka, ez lesz 15-20 ismétlés, ugyanúgy tempó, izometrikus megfeszítés, megtartás. Kontrollált ismétlések végig. Hát,
15-20. Ja, szóval, így csinálunk három munkasorozatot, fekvőhajlító vagy állóhajlító, hogyha akarjátok. Igazából azért így csináljuk, mert jobban át van melegítve a láb is, meg le van tudva a két külön lábgyakorlat, és akkor utána már csak ugye leginkább feszítőzni fogunk, illetve hát ugye még nyilván dolgot fog benne segíts, de mindegy, lényegében feszítő fókusz lesz onnantól kezdve. Szóval csinálunk három munkasorozatot, az első sorozat az 10-12 ismétlés, tempó meg izometrikus megtartás, és akkor lesz kettő sorozatunk, ami 15-20 ismétlés, tempó és izometrikus, illetve egy a végén egy ilyen erőltetett nyújtás. Jó, és mint ennek az előző az elején. Ja. És még a múltkor gondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy ki lehetne egészíteni a végén a nyújtást 10-val. Jó reggeltel, aha. Csak így súly nélkül, vagy egy nagyon kevés súlya. Csak annyi, hogy nyújtsuk meg jó keményen, és akkor ennyi ez a vége. Aztán utána megyünk majd leg press. Jó, jó. Ugye 3 másodperc a megfeszítésre, fölfelé mehet kicsit dinamikusabban. Próbáljuk addig kontrolláltan csinálni, ameddig tudjuk, de nem fog menni úgy. Nem, hát láttam. Tehát itt a bébisújnál is kibaszott nehéz lesz. Jó. Egy sorozat 10-12. Jó. Emeltünk a súlyon, most 20 ismétlést fogunk menni.
ugyanúgy kontrollált lassú negatív, lent megnyújtjuk, és meghallom. Itt az alján. Fél ismétlés. Egy, nyúljon meg. Nyúljon meg. Nyúljon meg. Az a jó. Most a jó. Na még. Oké. Okay. Leharagudj. Jó. Jó volt. Halál, bazd meg. Gyere, tessé, gyere. Jézus. Oké, gyere. Egy, kettő, három, négy, még egy, gyere! Jó? Gyerünk! Gyertes! Gyerünk! Egy, kettő, három, négy, jó, hat, jó. Itt csak kettő sorozat lesz. Az első sorozatot megcsináljuk 10-15 ismétlése, ugyanúgy kontrollált ismétlések. Itt viszont csinálunk egy kis izometrikus megtartást is ennél a 10-15-nél. De itt a második sorozat lesz a lényegesebb, az majd egy dropsetes lesz halálig. Nem mozzuk bele magunkat teljesen ugye az ülésbe, mert pont ez az, hogy feltoljuk a csípőt, mert így nagyobb nyújtást okozunk a középső részének a quadricepsnek. Meg tulajdonképpen az az egy, ami attól nyúlik csak meg, hogyha feltoljuk ugye a csípőt, viszont Ja. Mennyi 20? Ezzel megcsináljuk amennyi. Megy. 20-as? 50-nel. 50-nel, jó. Azaz, gyere. Azaz.
Elfogytam. Nem. Gyere. Ez az, még három. Még kettő. Készülők vagy edzők, akik szeretnék fejleszteni az online coachingjukat, vagy illetve az edzői pályafutásokat. Számukra is van egy prémium szolgáltatásunk, ez a 12 hetes prémium coaching programunk, amiben ugye edzéselméletről, edzéstechnikáról, mindenről van szó, dietetikáról, stb. Illetve ugye a vállalkozásról, hogy hogyan építsék fel, vagy hogyan legyenek jobb edzők, illetve hogyan legyenek, vagy hogyan tudják az online coaching felületeket jobban kivirágoztatni, hogyan tudnak esetleg otthonról dolgozni, hogyan tudnak otthonról segíteni embereknek, és hogy ennek ugye mi is a lényege, az az, hogy nem muszáj fogni minden egyes vendégnek a kezét, nem mindenkinek erre van szüksége, csak tervekre, illetve folyamatos kontaktra, kontrollra. Úgyhogy számunkra is van egy ilyen szolgáltatás, hogyha szeretnétek, akkor erre viszont konzultáció során tudtok bejelentkezni, ami egy ingyenes félórás konzultáció, szintén a linkjét a bióban megtaláljátok. Kommenteljetek, sziasztok! Csumi!